Április 9-én ismét gyermekzsivajtól volt hangos a kistarcsai városi úszoda. 24. alkalommal rendezték meg a Nyuszi Kupa nevű amatőr tavaszi úszóbajnokságot. Kisiskolásoknak és óvodásoknak szól a kiírás. Azokat a gyerekeket próbáljuk mozgósítani, akik az általános iskolás úszásoktatásban veszek részt, meg esetleg elkezdtek valamelyik szakosztályban sportolni, úszni, triatlonozni, vízilabdázni, de még nem olyan szinten vannak, hogy komoly versenyekre menjenek. Főként azokat várjuk mindig ezekre a versenyekre. Bár a korábbi évekhez képest idén egy másik versennyel való időpontütközés miatt kicsit kevesebben jelentkeztek a kupára, így is szép számmal érkeztek versenyzők Sziget-Szentmiklósról, Szentendréről, Monorról, Budapestről, Gödöllőről, Isaszegről, Csömörről, Mogyoródról, Kerepesről, Nagytarcsáról, Veresegyházról és Kistarcsáról is. Nagyon nehéz összeegyeztetni a különböző eseményekkel, és rengeteg mindent figyelembe kell venni, és a nevezéseknél derült ki, hogy valamilyen kezdő triatlonos versennyel ütközik, amiről nem értesítettek, és nagyon sok helyen jelezték, hogy hát a csapat nagy része az oda megy, mint ahogy a kistarcsaiak közül is a triatlonosok közül elég kevesen vannak. Egyeztetnem kell a iskolaszünettel, hogy ne legyen az iskolaszünet közelében a verseny, mert akkor nem tudnak jönni a gyerekek. Iskolai szervezésben a kistarcsai eseményekkel össze kell egyeztetni, hogy azokkal ne ütközzön, más úszóversenyekkel, hogy azokkal se ütközzön, és mondom, ez kimaradt, így most egy kicsit kevesebben vannak. A legifjabbak, akik 5-6 évesek, gyors és hátban versenyeznek, az egy korosztállyal nagyobbak, azok már a mellúszásban is, és a legnagyobbak, a 9-10 évesek, ők gyors hát mell és vegyes úszásban, amiben a pillangó is benne van, és ők már nem a legrövidebb távon, hanem 50 méter, illetve 100 méter vegyes úszást úsznak. Plusz ezen kívül a legkisebbek apukával vagy anyukával közös váltóban indulnak, ez mindig egy nagyon aranyos címpolt. A nagyobbak pedig csapatokat alkotva 4 fős váltót úsznak egy-egy település vagy egy-egy iskola csapata indulhat el egy-egy váltóban. A versenyen ezúttal is valamennyi résztvevőt megjutalmaztak. Minden gyerek kap ajándékot. Aki elindul, az kap egy Nyuszi Kupás pólót, ami erre a dátumra, erre az eseményre készül mindig. Ezen kívül kapnak kis nyuszi csomagot, Mikulás csomag mintájára, és a dobogósok természetesen éremdíjazásban részesülnek, és az első helyezettek pluszban ajándékot kapnak, amit a Decathlon biztosít számukra, valamilyen játék, sportszer, vagy éppen most elég komoly sporttáskát kapnak ajándékba. Igazából szeretik a gyerekek ezt a versenyt, mert soha senki nem megy el üres kézzel. Az előzőekhez képest a legnépesebb csapatot díjazzuk, és ezen kívül a legnagyobbaknál a legeredményesebb fiú, illetve leány versenyző kap egy-egy kupát. A legnagyobb támogatónk a Kistarcsa Városi Önkormányzata, természetesen aki az egész anyagi hátteret biztosítja a rendezvénynek, az ajándékokat a Decathlon biztosítja, amint már elmondtam. A nézőteret a Kalmár Állvány Kft. Adja gratis minden alkalommal. A váltóknak a tortáját az Illés Cukrászda, és a hirdetést abba segít a Napról Napra reklámújság. Ezen kívül pedig még hatalmas segítséget nyújt minden rendezvényünkre, most is a Transoflex és a Ciberehús Kft. Kistarcsa Város Önkormányzata elsősorban a sportlétesítményt, tehát magát az úszodát biztosította, illetve az érmek, a különböző pólók, illetve a nyuszi csomagok finanszírozásában
és szerepet vállalt. A díjakat Kistarcsaváros önkormányzatának nevében Szemán Gergely képviselő adta át a gyerekeknek, aki személyes emlékei miatt is kiemelt pártfogója a kistarcsai vízisport életnek. A számomra az úszoda egy meghatározó része az életemnek, hiszen 93-ban, már 23 évvel itt nyertem én is az első érmemet, egy ezüstérmet hátúszásban még a Mikulás kupán. Úgyhogy ez egy fontos része annak, hogy itt elindult a sportkarrierem, illetve számos barátot itt ismerhettem meg, mikor itt voltam úszómester, illetve a feleségemet is itt ismertem meg, valamint a helyi közéletben is a polgármester úr révén kerültem be az akkori beszélgetések folyamán. A 24. Kistarcsai Nyuszi Kupa legeredményesebb fiú versenyzője Ragács Benedek isaszegi vízilabdás, a legeredményesebb lány versenyzője Cseh Zsófia Veresegyházról, a legeredményesebb Simándi iskolás úszó Macó Levente kistarcsai vízilabdás lett, a legtöbb versenyzőt pedig Veresegyház indította az úszókupán. 9 éves vagyok, és 4 éves korom óta járok ide úszni. Az iskolai lával is járok hetente egyszer, és még ezen kívül ide járok heti 5-ször. Tehát máskor részt vettél-e már itt Kistarcsán a Nyuszi kupán vagy a Mikulás kupán? Igen, részt vettem minden évben, és körülbelül 15 érmet nyertem. Most a Nyuszi kupán milyen versenyszámban indultál, és milyen díjat nyertél? Hát mellgyors, és nyertem egy ezüstérmet mellben. Van egy úszó szakosztályunk, amatőr úszó szakosztály, tehát komoly versenyekre nem mennek, de azért erre fel tudja készíteni. Van egy triatlon szakosztályunk, és van a vízilabda szakosztályunk, aminek ugye mind a háromnak alapja az úszás, tehát azok a gyerekek, akik oda járnak edzésre, természetes, hogy jönnek a kupákra. Ezen kívül van még a lehetőség a úszodánkban, búvár oktatásban is részt venni, hogyha valakit ez érdekelne. Vagy hát az úszoda szolgáltatásait, hogyha egy kicsit kibővítve mondom, akkor van szaunánk, ha valaki nem versenyszerűen vagy rendszeresen csoportba akar sportolni, hanem egyénileg, van szaunánk, van masszőrünk, akinél bejelentkezve lehet időpontot kérni, és hát a nap minden órájában nyitvatartás alatt természetesen biztosítunk legalább egy sávot az úszóknak, a sportolni vágyó közönségnek. Ugye fontosnak tartottuk a képviselőtársaimmal, hogy ez az úszoda ne csak az elkövetkezendő 1-2 évben, hanem lehetőleg hosszú évtizedekig működőképes legyen, ezért fontosnak tartjuk a fejlesztését, ahogy az elmúlt évek fejlesztése elkezdődött a kazánházzal, a ponyva cserével, illetve a bejárati ajtókkal. Most a költségvetésben egy közel 50 millió forintos összeget különítettünk el a úszodának a hőlég cseréjére, illetve a víz cserélőjére, ami a fűtésért, a fűtés nagyban megkönnyíti a következő években. Ez a beruházás mikor valósulhat meg a gyakorlatban? Hát ez a beruházás az idei költségvetése vonatkozik, tehát ez augusztus folyamán bízunk benne, hogy ez meg fog valósulni.